Üdvözlök mindenkit itt a múzeumi beszélgetések. Pontosan 100 éve 1921-ben született Fitz Jenő, a Szent István Király Múzeum legendás igazgatója, és ezen alkalomból emlékezzünk rá érdekes beszélgetésekkel, kollégákkal, pályatársakkal, illetve ismerősökkel, érdekes sztorikkal és természetesen történetekkel itt a múzeumi beszélgetésekben. Vendégeim a stúdióban Demeter Zsófia történész és Lukács László néprajzkutató. Köszöntöm Önöket nagy-nagy szeretettel. Adás előtt beszélgettünk, már nagyon sokat annyit elmondhatunk a nézőknek. Nyilván próbálunk sztorizni is, de ahogy tetszettek mondani, nagyon jogosan azért ez egy tudományos élet, amiről beszélünk, akár Fitz Jenő kapcsán, akár pedig az önök élete és múzeumi munkássága kapcsán. Tehát nyilván itt a tudománynak is nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon, de próbáljuk természetesen azon emberek számára is elmagyarázni, vagy érthetővé tenni, akik olyanok, mint én, akik annyira nyilván ezekkel a történésekkel, ezekkel a tudás halmazzal tényleg, ami önöknél ott van, mondjuk nincsen annyira tisztában. Úgyhogy induljuk a legelejétől, mint a múzeumi beszélgetésekben általában, hogy önök mikor tetszettek a múzeumhoz kerülni? Milyen időszak volt az a múzeum életében, és egyáltalán mondjuk az ország életében is? Mi mind a ketten már egy generációval később, 74-ben kerültünk a múzeumba, egy néprajzos és egy történész, ez maga is azért egy kisebb fajta csoda, hogy egyszerre van két állás, ugye, azért ez a körülményeket majd a férjem elmondja, de minden esetre mi már egy kvázi kész múzeumba kerültünk, tehát közben történt egy nagy változás a múzeumok életében, megyei múzeumigazgatóságok alakultak, tehát a tanácsokhoz, illetékes megyei tanácsokhoz tartoztunk ezután. Tehát nem lehetett utána azt mondani, hogy jó, mi itt vagyunk, de nem tartozunk ide, de igenis, nagyon is oda tartoztunk, Fejér megyéhez. Másik szempont az volt, hogy akkor már nem egy múzeum voltunk, hanem egy múzeum igazgatóság, tehát egyre több és több az idő haladtával, egyre több és több vidéki kis múzeum bemutatóhely került a múzeumhoz, mint központhoz. Ez nagyon fontos, hiszen például a mi életünket, vagy annak a generációnak az életét, ez meghatározta, hiszen hol Csákvárra kellett rohanni kiállításra, hol Pákhozdra. Izgalmas volt. Izgalmas dolgok voltak, hiszen az egész megyét kellett úgy megfalatolni egy tíz óraira. Tehát ez egy másfajta dolog. És amit mondott szerkesztő úr, hogy ez nem egy sztori, bocsánat, de én álltam elő ezzel. A múzeum is nagyon nagy lépéseket tett a tudományos intézmény felé ezen közben. Hiszen ez nem volt egészen evidens. Gondoljunk bele, hogy minden korszakban más a kép, amit a múzeum magáról mutat. Igen. A múzeumok magukról mutatnak, és ez volt az a korszak, amikor a múzeumok tudományos intézménnyé váltak. Ez természetesen megjelent olyan szempontból is, hogy ugye ugyanarról a személyről beszélünk, Fitz Jenőről, aki amikor ide kerültünk mi, akkor nem egy fiatal ember, ám de göndörhajó, csokornyakkendős. És meg volt a csokornyakkendő. Igen, csokornyakkendős, ez állandó maradt, és természetesen tisztelték a városban, egy kicsit túl arisztokratikusnak tartották, és ugyanakkor az a tisztelet az abban is megnyilvánult, hogy mit csinál a múzeumból. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen egy tudományos intézményt csinál a múzeumból, amelynek vannak közönségkapcsolatai is, most így röviden fogalmazok, mert nagyon sok minden történt ebben az időben. Ebben az időben jött el a koncerteknek az ideje. Tátrai Vilmosék egészen az utolsó koncertig Budenc-házban koncerteztek. 69-ben nyílt meg a Budenc-ház, és hát nem volt olyan nyár, esett vagy fújt, időnként jó idő volt, hogy az ne a Budenc-házban lett volna. Nagyon-nagyon jó hangulata volt, mi már készen kaptuk ezt is. Igen. Tehát ez egy nagyon jó hangulatú, szinte állandó program volt, hol bent, hol kint. Mikor jó idő volt, és az udvarról lehetett koncertezni, akkor
éppen nem mondhattuk el, hogy még a Csilláron is lógnak, de így volt, hogy teljesen a folyosók, minden talpalat nyejtele volt. Ez egy nagyon fontos dolog, és mint egy csápja a múzeumnak, mutatott valami mást is. Aztán azt is el lehet mondani, hogy elsősorban persze néprajzi kiállításokhoz kapcsolódott, talán a csákvári kiállításban mutatkozott meg először, hogy hát bizony itt még népzenét is lehet játszani. Tehát sebőjék, és ahogy fejlődött a zenekar, úgy kapcsolódtak például a néprajzi kiállításainkhoz. Tehát ez a táncházas zene, ez itt alakult ki, szerepe volt benne Pesovár Ferencnek is, aki ugye segítette ezt a műfajnak a kialakulását is, és magát a táncházat is. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, persze Sebő Ferenc is fehérvári, ő is tácon, gorziumi feltárásokon kezdte a segédmunkát életét. Nagyon-nagyon sokan onnan indultak. Igen, mert hogy gorzium is 58 után, bár tudott róla a tudomány, mert Rómerfról is, meg Marosi Arnold is. Nem tudták, hogy van, csak még nem kezdték. Csak nem tárták föl. Na most akkor fölgyűjtük az ingóját, és akkor feltártuk. Tehát erről én már csak természetesen hallottam, de pontosan ezt a régebben nagyon családias légkör emlékeit hallottam a kollégáktól. Például a táci dologgal kapcsolatban egyszer Éri Kinga mesélte el, hogy Kravánszki Alánnak, mikor ide került végre a múzeumhoz, ugye leülte 56-os büntetését, és aztán egyszer csak ide került a múzeumhoz, Petres Éva ment el érte, és kérte, hogy jöjjön ide, mert nagyon kell a középkoros régész, hiszen közben ugyan a Nemzeti Emlékhely romkert feltárásai is folytatottak. Tehát Kralovászki Alánnak az volt a nagyon érdekes, hogy tudott traktort vezetni. Tárcon traktor kellett, és egyébként a közlekedés, ez meg egy oldalkocsis motorkerékpár. És az oldalkocsis motorkerékpár vezetésére Kralovászki képezte ki ficienőt, és utána reggelente... Azt megnéztem volna, hogy gyakorol. És azt is tudom, siófokot gyakoroltak, a homokos parton a szalomozást tanulták meg. Na most ezek után minden reggel tárcra indult ficienő és még valaki az oldalkocsiban, és hát azért volt baj a közlekedéssel, mert a takarító nők az 10 évig mesélték nagy kuncokból, hogy ők lökték be a motorkerékpárt minden reggel. Tehát igenis hősies korszak volt, erről már csak visszaemlékezéseket hallottunk. A 70-es években ugyanis készen volt a szerkezet, a tudományos szerkezet, hogy milyen tudományterületek jelennek meg a múzeumban, és következésként milyen gyűjtemények vannak, mert az egésznek ez a lényege, hogy milyen gyűjteményekre osztották az egyébként régen egytől valameddig 36 ezerig ment a gyűjteménynek a sorszáma, de hát ez már kezelhetetlen volt, és mire mi ide kerültünk, addigra már minden gyűjtemény külön egységet alkotott, és úgy látszott, hogy mi az, amit kutatni kell. Ez egy nagyon fontos kérdés volt, hiszen Ficenő volt az, aki megmondta a tutit, ugye, hogy mit kell kutatni. És ő volt a főnök. De természetesen. Tehát mi ezt a családias légkört még érzékeltük, de már túl sokan voltunk ahhoz, hogy valóban ilyen reggeli készülődésben. Hány ember volt kb. Ebben az időszakban a mozamban körülbelül? 150 ember. A végül is, mikor ide kerültünk. Igen. Azért az nagyon szép. Igen, ugye, az nagyon az elején szép beszélgettük, hogy nagyon kevés ember tényleg ilyen, mint egy család, és ennyire feldúzzadt azért az. Igen, és... Ugyanakkor, amit a kezdeti korszakról elmondtak a kollégák, az azért érvényes volt. Tehát Ficenő még
amíg a múzeumban dolgozott 85-ig, valóban úgy hívtuk, hogy a körjárat, megjött a körjárat, reggelente mindenkit végiglátogatott, és megbeszélte, tehát nem kellett nagyon nagy dolog az, hogy tudjuk, hogy ki mivel foglalkozik, mert ő ezt összefogta. Rendszeresen voltak értekezletek, ahol ami az értekezett műfaja az nem nagyon családias és nem nagyon sztoris, de hogy tudjunk egymásról, ahhoz ez nagyon fontos volt, és fontos kérdéseket sikerült megbeszélni. Egyébként pedig a gyűjtemény fejlesztése, mert azért ez a kulcskérdés, a gyűjtemények fejlesztése az nem mondom, hogy teljesen szabad kezet kaptunk benne, mert hogy is lehetett volna ez, de évfordulók, fő kérdések, kutatási feladatok határozták meg tulajdonképpen, hogy milyen kiállítás, milyen előadás kezdődik, milyen plusz program alakul, és ez úgy meghatározta az embernek a mindennapjait. Nagyon fontos azt is tudni azonban, hogy volt egy fontos személy a múzeumban, már beszéltünk róla, Ficienőnek hívták, aki abban is, én azt tudom mondani, hogy elsősorban abban mutatott példát, nekem legalábbis, hogy a szokásos mókos kerék a napi taposó malom mellett, nem biztos, hogy utána, de mindenképpen mellette, akár éjszakába hajlóan, akár hétvégére vonatkozólag is szabad, sőt kötelező kutatási témát találni. Nem lehet elmismásolni. Láttuk tehát, hogy nem csak délelőtt volt meg a körjárat, hanem délután volt a szilencium. És tehát akkor... az a csönd. Aha. Mindenki dolgozik, akkor, ha módja van rá, akkor a saját témáján, ha nem, akkor a szokásoson, vagy ami határidő volt. De ez a szilencium, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, hiszen Ficienő a saját példáján mutatta meg, hogy igenis mellette lehet nagyot alkotni. Láttuk, hogy szaporodnak a könyvei a polcon, a saját írásai a polcon, hogy már még, most még csak fél méter, aztán már hip-hop már nem elég a polc hozzá. És ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ezt a saját témában való dolgozást ezt nagyon támogatta, nagyon fontosnak tartotta, szinte kötelezőnek tartotta. De a részleteket, stb., hogy az ember hogy közelít meg egy témát, hogy választ egy témát, abban természetesen nem szólt bele. Én például nagyon hamar kitaláltam, amikor a múzeumba kerültem, hogy hát ez egy uradalmas terület, egy történésznek, itten az uradalom történetben van dolga, és hát nem mondom, hogy megfújta a harsonákot, hogy halleluja, jaj, de jó, jött egy ilyen nő, de hagyta. Tehát azt, hogy egy 10 évet rá lehet-e dobni egy olyan témára, ami egyáltalán nem profilja a múzeumnak, vagy mikor már valamilyen eredményt elért, akkor persze lehet belőle kiállítást rendezni, de azért nem ez a fő csapás iránya. Ez egy nagyon jó dolog volt, és nagyon hasznos volt az, hogy ehhez hozzásegített, hogy mikkel, például a kiadási lehetőségekkel. Tehát azért ez nagyon nagy dolog, hogy a múzeumnak van, ma is van, 4 sorozat kiadási projektje, ezt ő dolgozta ki az 50-es évek végén, amikor a legfontosabb belőle a múzeumi évkönyv, az Alba Régia, az 60-ban kezdett el valahogyan kialakulni. De ő már 55-ben kialakította azt, hogy milyen megjelenési lehetőségek lennek, katalógusok, múzeumegyesület kiadványai, népszerűsítő kiadványok és az Alba Régia. Kire hamba nem volt ilyen dolognak az országosában. Nagyon cseppfolyós volt az egész, de ha valaki lefektette akkor ezt, akkor abba utóbb hát minden beleférhetett, és dolgoztunk is azon, hogy minden beleférjen. Ez nagyon fontos volt tehát, hogy módunk volt témát választani a kötelezőkön kívül, mert hát ha jött egy pákozdi évforduló, akkor ugyebár adva van minden. És ugyanakkor ahhoz is hozzásegített, hogy ez valóban végbe is menjen, és valamilyen megjelenési lehetőséget is.
Én rögtön befejezem, de ezt a pákozdot nem véletlen hoztam elő. Igen, igen. Hiszen megyei múzeum voltunk, és akkor egyszer csak kiderült, hogy hát Pákozdon lesz egy épület, ahol kiállítást kell csinálni. Ez abban az időben parancsra történt természetesen, és akkor a Honvédelmi Minisztériumba kellett fölmennünk Ficienővel együtt nekem, én fogom végrehajtani, ő az igazgató, és szabályosan a Honvédelmi Minisztériumban ugye a katonák vannak, a miniszterhez voltunk hivatalosak, és a perzsa szőnyegen megmutatták, hogy arra a vonalra kell állni. Tehát a szőnyeg szélén álltunk. Ezt komolyan. Az veszélyes volt azért akkor, nem? Ezt komolyan oda kellett állnunk, és utána, hát ha mi éppen nem is igenissel válaszoltunk a parancsra, mert parancsot kaptunk, hogy szeptember 29-ére, ugye akkor ez volt a néphadsereg napja, ott kiállítás lesz, de még az épületnek a tervei sem voltak készen. Tehát, hogy hogyan, mint, milyen felületen. Ezeket nem érdekelte, de legyen. Hát lesz. Aha. És lehet, ha természetesen lehet, ha parancson, akkor van. És tulajdonképpen ugye múzeumi életem folyamán háromszor volt szerencsém Pákozdon kiállítást csinálni, mert hát, hogy előregszik, és akkor újat kell csinálni, ez normális és természetes, de azt is megtapasztaltam, hogy a három alkalommal mindig más merítésből tudtam kiállítást csinálni, közben ugye megnyíltak az adattárak, megnyíltak a levéltárak, a pákozdi, azaz a 48-49-es szabadságharc ügyében, tehát egyre nagyobb hát hitelességgel tudtunk kiállítást csinálni. Elképesztő, hogy hallgatom a történeteket, már jó pár múzeumi beszélgetésen túl vagyunk, hogy tényleg Ficienőről mindenki egyértelmű azt mondja, hogy hihetetlen jó, nem főnök, hanem vezető volt. Tényleg ő volt az, aki a hátán vitt minden, nagyon-nagyon bátor volt. És tényleg volt egy olyan, ahogy most itt beszélgettem tényleg a múzeum meghatározó embereivel, önökkel is, hogy volt valahogy érzék, hogy olyan embereket válasszon, akik legalább olyan lelkesek, mint ők, nagyon komolyan veszik a hivatásukat, és tényleg ők is bármikor az élére állnak minden olyan feladatnak, amire Ficienő sem mondana nemet. Tehát volt valamilyen ilyen rejtett vagy nem rejtett összhang a múzeumi dolgozók, illetve Ficienő között, a vezető között. Én azt hallom, én nem ismertem őt személyesen, ezt mindig elmondom, de tényleg én csak pozitív dolgokat hallottam egyébként róla. Na, Lászlóval még nem beszélgettünk, én is kíváncsi lennék arra, hogy ön szemszögéből is, hogy Ficienő milyen ember volt, milyen esetleg olyan történet van, amit mondjuk érdemes lenne, nem? Akár tudományos történet, akár pedig kicsit sztorizgatósabb akár történet. Azzal kezdhetem, hogy én 74-ben kerültem ide, de már korábban, 6 évvel korábban ismertem. A József Attila gimnáziumba jártam, és ugye a művészettörténetet tanultuk 4-ben, és akkor Vadász Géza tanár úr az egész osztályt beírott a Múzeum Egyesület ifjúsági tagozatára. Kaptunk egy igazolványt, és akkor ezzel ingyen járhattunk a múzeumokba, és ingyen vehettünk részt kiállítási megnyitásokon, még akkor azokban még szabad szombat nem volt, ez vasárnap volt, még mindig vasárnap délelőtt, vagy pontosabban dél körül, és hát több kiállítás megnyitáson itt voltam, és Orosz János festőművésznek a kiállítása, például Csóri Sándor nyitotta meg, aztán a legkülönbözőbb, Jancsó Miklós is nyitott itt meg kiállítást abban az időben, és hát akkor Ficienőt megismertem, mint ugye fiatal ember, múzeumigazgatót, és hát csak azt tudom említeni róla, hogy egy nagyon igényes külsejű, és egy nagyon igényes megjelenésű, beszédű, de ugyanakkor nagyon meggondolt, és nagyon alapos embernek ismertem meg. A fiával együtt jártam a gimnáziumba, ő egy évvel fölöttem járt a Józsefbe, ő szerkesztette a gimnáziumi ifjúsági újságot, utána én átvettem tőle. Majd aztán együtt voltunk az egyetemi ezredben Hódmezővásárhelyen a Ficienő fiával, a Péterrel, aki művészettörténész lett, és ugye ezekből az időkből is emlékszem rájuk, emlékszem én Ficienőnére is, amikor a vasárnapi alkalommal, ugye, amikor lehetett látogatni minket, akkor jött látogatni a Pétert, a vásárhelyi nagytanyámat. Most azt mondhatom, hogy egyetemista koromban is, miután a Debrecen Egyetemre kerültem, történelem, földrajz, néprajz szakra,
ugye már rögtön ugye első évben volt az ókortörténeti szigorlat, és már ott a római történet tanár, Havas László, amikor megtudta, hogy én Fehérvárról jöttem, nagy elismeréssel említett, hogy ott van a Ficienő, az igen. Akinek már Brüsszelben a Latomus sorozatban is jelent meg francia nyelvű könyve, Szírek Intercizában címmel, azaz az Interciza, mai Dunaújváros római kori katonai táborában állomásoztak a birodalom keleti provinciáiból, itt Szíriából is katonák, és ezeket feldolgozta Ficienő, és hát ugye akkor megjelent Brüsszelben, hát el lehet képzelni, hogy ilyen nehéz volt a kapcsolatokat nyugodtan akkor tartani. Persze. Hogy meg tudta oldani, hogy a kiusson a kézirat, megjelenjen. A másik, még talán harmad és negyedéves koromban a hallgatóság részéről a felvételi vizsgabizottságban voltam behozva, és jött Pestről egy fiú, aki történelmi földrajzszakra jelentkezett, és hogy kérdezték a történelemből vizsgáztató tanárunk, kérdezte őt, hogy hát hol szerette meg a történelmet. Azt mondta, hogy nyaranként Górziumban dolgozott a Fitz professzornál, emlékszel, ezt így mondta, és ő szeretette meg vele a történelmet. Most azt mondhatom, hogy miután én ide kerültem 74-ben, akkor elmondhattam, hogy nekem két mintaképem, két példaképem is volt. Az egyik Gunda Béla, aki a professzorom volt a Debrecen Egyetemen néprajzban, másik az első főnököm, Ficienő, aki 74 és 85 között volt a főnököm, és akkor még inkább, amit Gundától megtanultam, főleg a dolognak a elmélyült néprajzi tudományos részét, kiegészült azzal, ami Ficienőre volt igazán jellemző, az igényességgel, hogy ő nem csak a külsejében volt igényes, hanem mindenben. A Ficienő az minden szakmai levelet olyan igényességgel írta meg, hogy bármelyiket meg lehetne jelentetni az összegyűjtött levelei között, és tőlünk is megkövetelte, hogyha szakmai levelet kellett írni, ő, hogyha volt egyetlen egy hiba a levélben, nem írta alá, kiküldte a titkárnővel, hogy gondolkodjunk el rajta, hogy mi a hiba ment. Ez így ment, és ugye mi meg is tanultuk a rendes szakmai levélírást. Én azt is figyeltem, hogy ő hogyan írja a tanulmányait, a könyveit, hogyan készül a különböző nemzetközi konferenciákra. Abban az időben, amikor hát még a Vasfüggönyön belül voltunk, ugye 74 és mondjuk 78 között egy eléggé beszorított világban voltunk, hogy ő akkor is ausztriai, németországi, olaszországi konferenciákon, kongresszusokon vett részt és tartott előadásokat. Figyeltem, hogy hogyan készül rá föl, hogyan írja meg, hogyan fordíthatja le dr. Eszterházy Mátyással, akit, mint fordított, én is aztán később örököltem. A lényeg az, hogy nagyon sokat lehet ilyen szempontból is tőle tanulni, és főleg az, hogy ő az igényességhez tartozott az is, hogy az egész életét rááldozta a témájára, egész életében hű volt két dologhoz, egyrészt Székesfehérvár kutatásához, másrészt pedig a Római Birodalom, ezen belül Górzium, Pannonia és a Dunamenti provincia történetnek a kutatásához. És nem csak úgy, hogy egy kicsit foglalkozok vele, hanem óriási könyveket tett le az asztalra, nem is akárhol jelentek meg. Hát ugye Pannonia pénzforgalmáról megjelent egy német nyelvű könyve, a Habert könyvkiadónál Bonnban. Ez az egyik leghíresebb német tudományos könyvkiadó. Ugyanígy több kötetes angol nyelvű könyve jelent meg a Dunamenti provinciák igazgatásáról, közigazgatás irányításáról. Ő mindenkit ismert a feliratok alapján, akik itt ezekben a provinciákban, mondjuk a mai Ausztria, Magyarország, Németország, Horvátország területén működtek, különböző állami, császári, katonai vezetőket is ezekből összeállította az egész, hogy milyen volt itt a közigazgatás és az igazgatás. Ez egy nagyon nagy dolog volt, és amellett még amire figyeltem, amire érdemes volt figyelni, az a szerkesztés. Ugye Ficienő és a könyv szeretet, ugye azt még nem említettük, hogy Ficienőnek az édesapja Fici József könyvtörténész volt, a Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtár igazgató és a Pesti Egyetemen a könyvtár tudományi tanszék professzora, Hóman Bálint miniszternek a személyes jó barátja. A Fici József azon túl, hogy megírta a magyar könyv történetét, ő vezette be a Széchenyi Könyvtárban a könyvek egyetemes tizedes osztályozását, ami szerint ma is beosztják a könyvek
mondjuk az atomfizikától kezdve egész a zoológiáig. Hihetetlen egy család, igen. Hogy hallgatom. Na, és Erdő Fitz József, igen. Most a Fitz Jenő ebben nőtt föl, a Fitz Jenő, és ugye a lakása, a Széchenyi könyvtár, akkor még a Nemzeti Múzeumban volt. A Fitz Jenő az a fiatal korában, a gyerekkorában a Nemzeti Múzeumban is lakott, mert ugye ott volt a főigazgatónak a lakása, és a lényeg az, hogy nagyon-nagyon szerette a könyveket, nagyon szeretett könyveket kiadni, szerkeszteni, mintaszerű volt, ahogy az Alba Régiát szerkesztette, azt képzeljék el a kedves néző, hogy abban az időben a Szent István Király Múzeum évkönyve legalább háromnegyed részben idegen nyelven jelent meg, főleg németül, kisebb részben angolul és franciául. Ez más múzeumnál, ez nem történt meg, még országos múzeumoknál sem. És mintaszerű volt a minden évben a Fejér megyei múzeumok évi jelentése, amiben összefoglalta a Fitz Jenő, hogy mi történt a múzeumban. Ezt most is még mint múzeum történeti forrást lehet használni, és nem egy kolléga mondta más múzeumoknak, hogy ők is hasonlót szeretnének írni évi jelentésként, mint amit Fitz Jenő állít össze. Amikor aztán hát én a 70-es években a Alba Régia mellett Fitz Jenőnek a segédszerkesztője voltam, és ugye én foglalkoztam a kéziratokkal, a nyomda ügyekkel, Pesten a Franklin nyomdában csináltattuk, akkor beletanultam a szerkesztés tudományába, és nem sokára én lettem már Budapesten a Magyar Néprajzi Társaság folyóiratának, az etnográfiának a szerkesztője. Tehát nagyon-nagyon jól tudtam csinálni, mert Fitz Jenőtől már ellestem. Meg voltak az alapok általában. Hogy szépen és jól, igen, igen. Hatalmasan szerkeszteni. Mm-hmm. Tehát azt mondhatom, hogy Fitz Jenőtől azt az önfeláldozó, mindent a tudományáért adó szemléletet és erkölcsiséget örököllettük itt többen fiatalok. Ő nem léháskodott és nem mondta azt, hogy jaj, most én ezt elértem, most már nem megtetem azt, hogy semmit nem csinálok. Ő mindig az utolsó 90 éves koráig foglalkozott a tudományával, még akkor is, amikor már nagyon megromlott a öreg korában a szeme. És még ahogyha azt nézzük, hogy ugye az utolsó könyve volt az a ezüst pénzek a homokból, egy homokbányába talált Visi Zsolt dunaújvárosi régész egy ezüst leletet, és Fitz Jenő nagy numizmatikus is volt, tehát régi pénzekkel foglalkozott, és ugye ezt ő feldolgozta, hogy ez a könyv, ami megjelent magyarul és németül is, az itt jelent meg Magyarországon, itt van a múzeumon, dunaújvárosi múzeum adta ki. Az a hattyúdala, hogy úgy mondjam, már az volt 80 éves, amikor írta, és hát ez már a kései szüretből való volt, tehát nagyon öreg korában. Itt az is meg kell nézni, hogy milyen igényes, hogy tudja elemezni azokat a pénzeket. Ugye az ember el se tudná képzelni, hogy türelme volt a több ezer pénznek a csoportosra, meghatározására. Precíz ember volt tényleg, hogy hallom is türelmes. Aztán hála Istennek, hogy mintát példaképemnek, ugye én állíthattam a múzeumi Pantheonban egy domborművet az emlékére. 2009-ben megterveztem a múzeumi Pantheon, ide az Országzászló téri múzeumra, a múzeumnak a jeles, érdemes munkatársairól. Na természetesen a tervezetben csak azokat vettem be, még már nem éltek. Mondjuk Marosi Arnoldot, például a Fitz Jenő előtt egy nagyon-nagyon hasonló jó múzeumigazgató. Fitz Jenőt nem vettem be, hát ugye élő személyt nem szoktunk ábrázolni, se domborművön, se szobron. De sajnos 2011-ben ugye elhunyt, és akkor utólag be kellett vennem. Én be is akartam egyébként venni, de óriási nyomás is volt. Itt Fehérváron nagyon mindenki reklamált, hogy hogy Fitz Jenőnek még nem állítunk domborművet. Mondom, most csinálják már a domborművet, és a domborművet 14-ben avattuk föl. Igen. És hát egy kis kiállítást is rendeztünk a munkásságáról, és a múzeumi évkönyvben is megírtam a domborművének a készítési körülményeit. Szóval a lényeg az, hogy Fitz Jenő emlékét is, a Szent István Király Múzeum régi épületén, ahol az egész én munkásságát 49-85-ig töltötte. A bejáratól balra egy a Móri Nagy Benedek szobrászművész által készített, nagyon szép dombormű is őrzi. Azt hiszem, hogy ezzel megbecsültük, és talán azzal is megbecsültünk, hogy a századik évfordulóján gondoltunk. Így van, így van. Én köszönöm szépen, tényleg egy élmény volt, és tényleg mindenkitől én azt hallottam, hogy amit önök elmondtak, tényleg egy rendkívüli, a maga területén odaadó tehetség, egy elképesztő vezető, egy megbízható, becsületes, precíz ember volt,
akinek tényleg nagyon-nagyon sok mindez, akár ugye beszéltük az emberek kiválasztásához, ott volt érzéke, meg ahhoz, ahogy említették, hogy a szakmát ő meghagyta, amit most meg lehet figyelni, azzal ellentétes, hogy rengeteg szakma felhigult elképp, akár a tudományos szakma, és ő ezt nem engedte azzal, hogy kutatni kellett, meg volt a szilencium, hogy olyan embereket választott ki, és szerintem még órák hosszat tudnánk róla beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. De még egyet nem beszéltünk, és szerintem majd valahova bekérdezi. Azt, hogy mindebből, amit itt elmondtunk, tulajdonképpen egy magára tartó, egy megközelíthetetlen, távolságtartó személyiség látszik. Ez így is volt kifelé. Befelé sokkal más volt a kép, hiszen ezek a rendszeresen visszatérő alkalmak, például a kiállítást nyitók, azok nagy társadalmi életet hoztak. És tulajdonképpen a társalgás mikéntjét, a tudományos társalgás, tehát nem akármiről, hanem nyilván a mindennapokról, meg arról a témáról, amiről szó volt, amit megnyitottunk. Egy tudományos közvélemény alakult ki az éppen jelenlévők között. És ezt is jól meg lehetett tanulni, hogy igenis a szakmáról is, meg a mindennapokról is egyszerre lehet beszélni. Ezeknek a társadalmi kapcsolatoknak a jó szervezője volt Ficienő, de soha nem tolakodott az előtérbe. Tehát mindig hagyta a dolgok menetét, és ha éppen hozzászólása volt, akkor azt is megmondta. Nem beszéltünk még arról sem, hogy öregkorában lett köztudott róla, amikor a látása megromlott, hogy mennyire nagyra becsülte a zenét, mennyire értett a zenéhez, hiszen akkor már valóban a zenehallgatás volt az egyik mencsvára, és azért úgy visszavetítve láttuk, hogy bizony ez a koncertprogram, kórus, régi zene, modern népzene program, ez ebből is táplálkozik, hogy ő értette és tudta, hogy mi a jelentősége ennek a zenés rendezvényeknek is. Ezekről a társadalmi kapcsolatokról nagyon sokat lehetne beszélni, mert ez mutatta azt, hogy hát egy autonóm emberrel vagyunk ott, kifelé pedig hát egy távolságtartó emberrel. Példának mondom, hogy egy ilyen alkalommal valaki, akár néven is nevezhetném, de nem ez a lényeg, valaki hát ugye ilyen kis pikírt megjegyzéseket tett például a Rejtő Jenőre. És hát a társalgásban benne volt az is, hogy feltették a kérdést, hogy hát, na de hát kit érdekel itt Rejtő Jenő, és erre föl mindannyian föltettük a kezünket, Ficienőjé volt a legmagasabb, hogy minket. Tehát azért ez nem illik bele a képbe, de mond valamit arról, hogy egy távolságtartó úriember, zsokolnyakkendővel és egy nagyon elegáns kutyával jár, mindenki így ismeri, de belülről azért egy nagyon, nagyon pezgő társadalmi élet jelent meg. Még na, egy nem dolog kimaradt, a székesfehérvári kutatásai, az nagyon ez fontos. Nem maradjon ki. Ugye Ficienő már az 1950-es évek végén, azt hiszem 1958-ban egy nagyon szép könyvet írt a Magyar Műemlékek sorozatban Székesfehérvár, a mai napig használjuk. Utána pedig két muti könyvet is írt, már a 80-as években Fehérvárról és környékéről, a Orszimot is beleértve. 83-ban rendeztünk a múzeumban egy előadás sorozatot a közép-európai városok művelődés történetéről, és Székesfehérvárról Ficienőt kértük fel, hogy ő tartson előadást. És egy nagyon fontos momentumot szeretnék megemlíteni az előadásában. Ugye ma gyakran halljuk azt, hogy ugye Székesfehérvár az a nemzet fővárosa, Magyarország történelmi fővárosa, de akkor ezt nem lehetett hallani, akkor azt lehetett hallani, hogy Székesfehérvár ilyen ipari, nagyipari, szocialista jellegű, nagyipari város, nagyipari központ, amit a szocializmusban hoztak létre, és akkor Ficienő erre mi reagált, hogy ugye ugyan vannak gyárak, van három gyár, jelentős nagy gyár,
a Videoton, a Könnyűfémű és az Ikarusz. Európában legalább 100 olyan város van, ahol ennél sokkal nagyobb ipari kapacitás van, és de olyan, hogy királyi koronázó, mert csak 3-4 van, például a lengyeleknél Krakó, németeknél Aachen, franciáknál pedig Saint-Denis, és ezt így megvilágítod, hogy Fejérvár ezek sorába tartozik. Tehát erre kell büszkének lenni. Persze. Ezt 83-ban már így kimondta. Elképesztő, és gondolom még rengeteg érdekességet. Igen. Én tényleg nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy itt voltak, és önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a múzeumi beszélgetésekben.